Kedves végzősök! Most egy rendkívüli búcsúzásra hívlak benneteket. Számotokra, akármilyen kurta furcsa volt is ez a tanév, de befejeződött a szorgalmi időszak. Fájó szívvel gondolnak tanáraitok arra, hogy még csak el sem tudnak köszönni tőletek, és a felkészülés nehézségeiből is oroszlán részt kellett vállalnotok. Mégis bíznak abban, hogy sikerült felkészülnötök, hogy az elmúlt évek nem múltak el nyomtalanul. A 2019-20-as tanévre mindig emlékezni fogtok. Nem csak azért, mert az utolsó középiskolai év volt, hanem azért, mert egy szabad szemmel nem látható vírus megmutatta, hogy milyen törékeny is a világ. Amikor 2020. március 13-án elváltunk, még nem sejtettük, hogy az a nap volt az utolsó, hagyományosnak mondott tanítási nap. Bár a vihart már jelezte a megszokottól eltérő március 15-i megemlékezés. Azóta csak a net maradt és egyéb információs csatorna, na meg az online oktatás. Személyes kapcsolat ennyi, nincsenek órai poénok, beszólások, zugevések, illegális mobilozások, az összenevetések, a lógások, a büfézés, a tanárok bosszantása. Ami maradt, az a munka, egyedül, tervszerűen, tanári segítséggel. Most mindenki megmutathatta, mit ér. Felérhette ésszel, hogy a tanári magyarázat az segítség, az osztálytársak közössége támogató közeg, és mit ér a király, mint iskola. Ma lenne a ballagásotok. Egy szertartás, ami valaminek a vége, valaminek a kezdete. Lezárás és döntések sora. Ha most itt lennétek, az osztályfőnökötök vezetésével ünneplőbe öltözve járnátok végig a termeket, folyosókat, búcsúznátok el az iskolától, ahol kiskamaszból felnőtté váltatok. Szüleitek izgatottan várnák, hogy megpillantsanak benneteket a ballagók sorában. Ezt most nem tehetjük meg, de járjuk végig együtt virtuálisan az iskolát. Ballagjunk hát, búcsúzzunk. Vegyük szemügyre közösen azokat a helyeket, ahol az elmúlt években gyakran megfordultatok. A helyszínek. A porta, ahol az őrzővédők csak diákigazolvánnyal engedtek be, amelyen nem egyszer, akár engedély nélkül is olajra léptél. Ebben a kis házikóban az elmúlt évek során portaszolgálatot is elláttál. Most menjünk be a főépületbe. Az úton látható még a szélvihar kicsavarta fenyőhelye. Ez a fa mókus családot nevelt hónapokon át. Ez a fa tartotta a karácsonyi világítás fénysorát, és ennek a fának az árnyékában áll a kopjafa, elhunyt diákjainkra, tanártársainkra emlékeztetve. Tovább haladva a lakatfalhoz érünk, remélhetően a ti osztályotok lakatja is ott lóg majd, jelezve, hogy itt jártál, itt tanultál, itt sajátítottad el az általad választott szakmát. A királyszobor a névadó tiszteletére áll a főbejárat előtt. Normál körülmények között most valaki az osztályból egy szál virágot helyezne el a talapzat lábánál. A főkapu, amelyen csak sutyiban lógtál fel, tudtad, hogy tilos, de hát a vonat, a busz, na meg az egyéb kifogás. Az épület diák lépcsője sokat szépült az elmúlt években. A lépcsőn felfelé haladva az első szinten a büfét találod, ahol a legkirályibb szendvicsre érdemes volt várni, akár a késést is kockáztatva. Soha nem volt tolakodás, a sort mindenki tisztelte. Az étel mellé sokszor járt Kati nénitől jó szó. A büfé mellett elhelyezett Dök TV hasznos információkkal látott el, és itt láthattátok a Dök fali újságát is. Na és a kultúr. Az elmúlt évben újították fel, most esztétikus és sok királyos program helyszínéül szolgált. Az első szint fontos helyisége a könyvtár. Sokáig nem használhattátok az átépítések miatt, Pintér tanár úr ezért is örült, ha meglátogattátok. A tankönyveket ő rendelte meg, és általa juthattatok hozzá. Az első emeleten tartották a matek és fizika órákat tanáraitok, az A17-18-19-ben, valamint a nyelvi tantermek is itt sorakoznak. Nézzünk meg párat. A23-22-15.
Ha tanulási problémádakat, vagy elakadtál egy probléma megoldásában, vagy csak nem mindig tudtál segítség nélkül felkészülni az órákra, a dolgozatra, várt Farkas Andrea a tanárnő a fejlesztő szobában. Ha többet tartózkodtál a B épületben, Molnárné Zomborzita fejlesztő pedagógus állt rendelkezésedre. A második emeletre érve először a folyosó látható. Sokat koptattátok padlóját, és fordultatok meg termeiben. Most nézzünk meg néhányat ezek közül. A33, 34, 35. A37, 39 és 41. Ezen a folyosón juthattatok a stúdióba. Minden hétfőn itt köszöntött benneteket egy kedves hang, Fürth Tibor bácsi hangja. A szövegből megtudhattátok, milyen fontos események várhatók a héten, kinek ünnepeljük a névnapját. Persze, a soha nem tanulóknak az is fontos infó volt, hogy milyen hétre kellett pakolni. A vagy B? A második emeleten a két kis zsibongó nagyobb életteret adott. Az A31-essel szemben az igazgató helyettes iroda, Álmos tanárnő rezidenciája. Ajtaja nyitva állt, ha segítségre szorultál, és ahová félve mentél, ha házi rendet szegtél. Itt kérhettél tanácsot Kovács Attila őrnagy úrtól. Bűnmegelőzési tanácsadóként több általa szervezett rendezvény részese lehettél. Itt kereshetted Varga József gyakorlati oktatásvezető urat, ha a munkahelyel kapcsolatos problémádakat, és a vizsgák, versenyek, üzemlátogatásoknak is szervezője, lebonyolítója volt. Mellette a nagy tanári, ahova bármikor bekopoghattál. Ezt követi iskolapszichológusunk, Jerebák Anikó pici szobája, ahol mindig megnyugvásra találtál. Az intézmény szíve következik, ugyanis a félig üveg ajtó a titkárságra nyílik. Itt kedves titkárnők, Dia és Rita néni intézték ügyeidet, s a könyvelésen dolgozók szintén azon munkálkodtak, hogy a tanítás feltételei optimálisak legyenek. Lang László igazgatóhelyettes úr szervezte többek között a vizsgákra való jelentkezésedet. Hozzáfordulhattál, ha mentességet szerettél volna. A krétát Barta Csaba igazgatóhelyettes úr kezelte. Az általa feltöltött információk irányították napi tevékenységeidet. Neki köszönhető, hogy előbb tudtátok, ki kit helyettesít, mint maga a szaktanár. Itt található az igazgatói iroda. Frisz János tagintézmény vezető úr vezette az intézményben folyó munkát. Neki köszönhetitek a külföldi szakmai gyakorlaton való részvételi lehetőségeket is. Ha elhagyjuk a főépületet, több stratégiailag fontos hely következik, így az épület sarka. A tér megfigyelőt megszégyenítő gyorsasággal, pontossággal adtátok le a jelzést a dohányzóknak, ha felügyelő tanár közeledett. Persze lebuktatok néha, de az elenyésző volt az elkövetésekhez képest. A szaletlik fontos találkahelyek voltak, a bátrak azért itt is elszívtak egy-egy szálat. A tornacsarnok a testedzés helyszíne volt. Sokat küzdöttek egyesek szalatnyai Wagner galambos tanár urakkal és Pintya Katalin tanárnővel, hogy felöltözzenek-e az órára, s ha igen, akkor részt vegyenek-e rajta. De a tesi sokak kedvelt órája volt, itt leereszthettétek a fáradt gőzt. A tanárdiák focik nemes küzdelmek voltak. Az orvosi, a gondnokság épülete. Itt is jártatok nem egyszer az elmúlt évek során. Aztán a pálya, a királykupa, a gólyahét, a dök programok, iskolai rendezvények kiemelt helyszíne. Végigmenve az úton a B-épület fogad benneteket, amely főleg szakmai, elméleti és gyakorlati óráknak adott teret. A ruhások, a villamos szakemberek, a logisztikusok, a gépészek képzése folyt itt. Természetesen az épület hátoldala rejtve volt a fürkésző szemek elől, így egy-egy szál cigi elszívása még belefért a felügyelő tanár érkezéséig.
A gyakorlat tanműhelyekben folyt. A 9. évfolyam alapozó képzését biztosan ezekben folytattad, és csak a 10. évfolyamtól kerültél ki külső munkahelyre. Nézzünk be a tanműhelyekbe is, ahol egykor lázas munka folyt, most csendes, kihalt. De ez csak egy épület együttes. Az iskola mit sem ér diákok nélkül. Bármikor is lettél iskolánk tanulója, bármelyik évben kezdted itt meg tanulmányaidat, a Király tanuló közösségének tagja voltál. Most arra kérünk, hogy emlékezz vissza, s amíg diák éveit képeit nézed, idézd fel magadban a legemlékezetesebb pillanatokat. Képek az osztályokról, és akik tanítottak benneteket. Emeljünk ki közületek diákokat, akikre különösen büszkék lehetünk. A jutalmazott tanulók névsora. Királydíjra terjesztette fel osztályfőnöke és a DÖK a 12/A osztályos Galamb Dorottyát, 4 éves közösségi munkájáért, jó tanulmányi eredményéért, a DÖK elnökségében betöltött áldozatos munkájáért, folyamatosan képviselte iskolánkat pályaválasztási kiállításokon, iskolai versenyeken. Kocsák Béla emlékére alapított Kolping díjat az a királyos tanuló kaphatja meg, aki jó szakember szorgalmával, kitartásával, szakmaszeretetével rendelkezik. Tanulmányi és közösségért végzett munkája is példamutató. Idén a 3/11/2-es osztályból Szugyinszki Roland tanuló kapja ezt a díjat. Tantestületi dicséretben részesül 12/A osztályból Berki Tamás jó tanulmányi eredményért, közösségért végzett munkájáért. Pásztor Dániel jó tanulmányi eredményéért, és igazán büszke lehet magára, hiszen már rendelkezik angol középfokú nyelvvizsgával. Csámpai Mihály jó tanulmányi eredményéért, Misi sportteljesítménye is kiemelkedő, a király legjobb kapusaként emlegetik, valamint katasztrófavédelmi versenyen való részvételért. A 3/11/2-es osztály tanulói közül tantestületi dicséretben részesül Ocsovai Ábel kiemelkedő tanulmányi eredményért és szolgarmáért, a 13F osztályból pedig Farkas Dániel a jutalmazott jó tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréséül. Továbbá Márkus Milán az iskolai közösség és összetartozás erősítéséért és az intézményi rendezvényekben való aktív közreműködésért. Igazgatói dicséretben részesül a 12/A osztályból Tisza Krisztián, Horváth Ramon, Rényi Norman, Pintér Dominik, Németh Gábor, Balágyi Patrik. A felsorolt diákok az összes focikupát elhozták az osztályuknak és az iskolának is. Balágyi Patrik, Pintér Dominik az angol nyelvi tanórákon nyújtott motivációért és saját nyelvi fejlesztésében végzett lelkiismeretes munkáért is megérdemlik az igazgatói dicséretet. Németh Rebeka, Bőgér Bálint szintén az angol nyelvi tanórákon nyújtott aktív közreműködésért és példamutató magatartásért részesül igazgatói dicséretben. A 12B-ben igazgatói dicséretet érdemel két tanuló, Imre Barnabás jó tanulmányi eredményéért és a közösségi munkáért, valamint Tóth Árpád Bálint jó tanulmányi eredményéért és a közösségi munkáért. 13F tanulói közül igazgatói dicséretet érdemel Precup Alexandra Erzsébet példamutató magatartásáért és az osztályközösségben végzett kiemelkedő tevékenységéért, és Zahár Orsolya Mercedes az osztályközösségben végzett szervező és tervező munkáért, a közösségi feladatainak koordinálásáért. A 3/11/2-es osztály tanulói közül igazgatói dicsérete terjesztette föl osztályfőnöke Kovács Domonkost, Mátyók Botondot, Molnár Dánielt és Szabó Dániel tanulmányi munkáért. 11/3 osztály tanulói közül szakmasztár elődöntő versenyen helytálló munkáért Balázs Dávid, Bodnár Máté, Kövesdi Kevin, Gyuris Dávid, Szőrös
Richard részesül igazgatói dicséretben. A 11/5 osztály igazgatói dicséretre érdemes diákjai Szilágyi Dávid, aki jó tanulmányi eredménye és az osztályközösségben végzett 3 éves munkája miatt érdemel elismerést és részesül igazgatói dicséretben. Bohunka Tamás és Res Milán jó tanulmányi eredménye miatt kap igazgatói dicséretet. Köszönjük nekik, hogy szorgalmukkal, közösségért végzett munkájukkal, jó tanulmányi eredményükkel öregbítették iskolánk hírnevét. Most Fritz János tagintézmény vezető úr köszön el tőletek. Kedves diákok! Ballag már a vindiák, zeng a dal ez időt állt az iskolákban, rendes körülmények között. Jelenlegi mindennapjainkat azonban korán sem lehet normális jelzővel illetni. Az idei tanév második fél évében bekövetkezett az, amire még legrosszabb álmainkban sem számítottunk. Kiürültek az iskolák, a diákok és tanárok naphosszat görnyednek otthonukban a számítógépek képernyői és a mobiltelefonok előtt, hogy mindenki hozzájuthasson azokhoz az ismeretekhez, amelyek a tanév sikeres befejezéséhez elengedhetetlen. A tanév számotokra befejeződött. Olyan vizsgaidőszak előtt állunk, amely egyelőre sok kérdőjelet vet fel mindannyiunkban. Egy biztos, a hétfői írásbelire, valamint az azt követő napokra olyan feltételeket teremtünk, amely remélhetőleg kizárja a zavaró körülményeket, és minden tanuló a feladatra koncentrálva legjobb tudása szerint írhatja meg dolgozatát, eredményes érettségivel, szakmai vizsgával fejezheti be tanulmányait. A ballagás eredendően egy vidám esemény. A vidámságba az osztálytársaktól történő elválás közelsége csal némi szomorúságot. A mai ballagás alkalmával a szokottnál kicsit több bánat tölti meg a szívemet. Az üres osztálytermek és folyosók, a kihalt iskolaudvar megszokott látvány a szünidőben, de nem egy ballagás idején. A feldíszített tábla mindössze egy kellék, ez esetben egy olyan filmhez, amelyből a főszereplők hiányoznak. Hiányzik a búcsúztató diákok sorfala, a vidám tekintetű, boldogan ballagó végzősök kocaja, a ballagtató osztályfőnökök meghatottsága. Hiányzik az a büszke tekintet, amely a szülők könnyektől fátyoló szeméből árad. Hiányzik a készfogás, amely meghittebbé teszi a búcsút. Ha évek múlva kinyitják az iskola cérkládáját, és keresik a 2019-20-as tanév végzős osztályainak idézeteit, vagy a kopjafán a szalagokat, eszükbe jut, hogy ez volt az a tanév, amelynek forgatókönyvét egy apró organizmus jelenléte teljesen átírta. Rugaszkodjunk el most a valóságtól, és idézzük fel közösen az iskolában töltött éveket. 4, illetve 3 évvel ezelőtt ti voltatok azok a megszeppent gyermekek, akik az első tanévnyitón izgatottan keresték az osztályukat, méregették osztálytársaikat. A megilletődöttség néhány nap alatt elszállt. Életre szóló barátságok alakultak ki. Osztályközösségek épültek. A mindennapi tanulás és munka mellett olyan iskolai rendezvények, mint a Gólyahét, Lucanap, a Farsang erősítették az osztályközösségek összetartozását. Az osztálykirándulásokra, a külföldi szakmai gyakorlatokra, a közös informális bulikra jó lesz visszaemlékezni sok év múlva is. Ti voltatok azok, akikre lehetett számítani ünnepi rendezvényeink méltó megszervezésében. Sikeresen működtettétek a diákönkormányzatot, szállítottátok a sportsikereket, eredményesen szerepeltetek regionális és országos bemutatókon. Mindeközben tettétek dolgotokat. Többé-kevésbé tanultatok, részt vettetek szakmai gyakorlaton, készültetek jövőbeli szakmátokra. Megismertétek a kis és nagy kapukat az iskolában. Az évek során szemünk előtt váltatok felnőtté. Maradandó nyomot hagytatok az iskolában. Olyan mintát, amelyet az utánatok jövő osztályok büszkén követhetnek. Képzeletemben valamennyiben itt sorakoztok előttem.
Vidáman, ünneplő ruhába öltözve, ahogyan a szalagavaton láthattunk benneteket. Karaitokban virágcsokrok illatoznak. Egy-egy boldog nevetés szakítja meg a vallagási dal menetét. Szívetekben többnyire még az önfeled gyermek, de már ott lapulnak a felnőtté válás kételjei is. Kérlek benneteket, őrizzétek szívetekben ezt a boldog, önfeled gyermeki képet. Ne bonyolítsátok túl életeteket. Bízzatok magatokban. Ne felejtsétek el azok szerepét sem, akik hozzásegítettek, hogy idáig jutottatok. Elsősorban szüleitekre gondolok. A köszönet legkifejezőbb formája egy ölelés lenne. De ettől egyelőre tartózkodjatok. Persze szóban is megköszönhetitek. Ugyancsak köszönet jár tanáraitoknak, kollégáimnak, kitartó munkájukért. Kedves ballagó diákok, bízom benne, szép emlékekkel és azzal a tudattal távoztok iskolánkból, hogy jó volt királyos diáknak lenni. Kollégáim nevében is mondhatom, visszavárunk mindenkit. Kérem, továbbra is osszátok meg velünk örömeiteket, sikereiteket, de veletek leszünk a bánatban is. Jó egészséget, boldogságot kívánok, további életutakhoz, sok sikert a közelgő vizsgákhoz. Villancsunk fel egy-egy idézetet, amellyel osztályfőnökeitek, tanító tanáraitok vesznek búcsút tőletek. Életed alapja, mint a házi. Legyen szilárd, erős. Álljon ellen viharnak, s ne fogjon ki rajta az idő. Legyen hited is, jellemed is, erős, mint a kő, mert kőműves leszel, házat, hazát építő. Ember, vigyázz! Figyeld meg jól világod, ez volt a múlt, emez a vad jelen. És mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen. Az élet nem fog folyton rád várni, a rohanó idő nem fog megállni. Neked kell megtanulni szállni, falakon, hegyeken átmászni. Érettségre készülve, illetve főleg utána, legyen vezérlő elvetek Eszterházy Péter mondása. Bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá. Egy homokszemben lásd meg a világot, egy vadvirágban a fénylő eget, egy órában az örökké valóságot, s tartsd a tenyeredben a végtelent. Végezetül hallgassátok meg iskolánk dalát. A királydal következik. Elvesztél az úton, és nem tudod mi hajt, mögötted a múltad, száz széttört pillanat, hát indulj felénk, a jövőd itt vár rád, hát indulj felénk, királyod iskolát. Figyelj egy kicsit, a jövőd itt vár rád, itt mindenki haver, király az iskolát lehet, asztalos ács, villanyszerű, műszerész, női szabó, hegyesztő. Festő, kőműves, karosszériás, gázszerű, forgácsoló szakmunkás, autószerű, technikus, logisztikus, építés, rendész és kozmetikus. Szakmai karrier előtted áll, a számtalan lehetőség csak rád vár. Csak rád vár. Nehéz most a döntés, súlyos minden szó, hogy találd meg magadban, miben leszel jó. Hát indulj tovább, ha barátokra vágysz, hát indulj tovább, itt otthonra talál. Segítünk, ha baj van, nem lépünk rajtad át, hiszünk, bízunk benned, velünk egy csapatban állsz. Hát indulj velünk, már nincs messze a cél, hát indulj velünk, itt végtelen a tér. Szeresd meg a szakmát, és tanuld is, ha kell, a sikereknek örülj, és soha ne add fel. Hát indulj előre, a legszebb álmodért, hát indulj előre, a csoda benned él.
Királyos diák szív, egy ritmusra dobog, s együtt erősebb, a sok kéz, ha összefog. Hát induljunk együtt, az életünk a tét, hát induljunk együtt, egy szebb új hónapért. Hát induljunk együtt, az életünk a tét, hát induljunk együtt, egy szebb új hónapért. Mellett zapszoros ács, villanyszerelő, műszerésznői szabó heggesztő, festő, kőműves, karosszériás, gázszerelő, forgácsoló szakmunkás, autószerelő, technikus, logisztikus, építész, rendész és kozmetikus. Hát induljunk együtt, az életünk a tét, gyere te is velünk egy szebb új hónapért.